megyei értéktár konferenciával népszerűsítették a mozgalmat Kemecsén. Stratégia, uniós forrásból készült klímaterv a megye természeti értékeinek védelmére. Kedves ház, a tanyabokrokban élő gyermekeket támogatja a Nyírteleki Kollégium. Ismertebbé tennék a megyei értéktárat és helyi értéktárak létrehozására buzdítják a településeket, ez a célja a Megyei Értéktár Bizottságnak, ezért szerveztek konferenciát csütörtökön Kemecsén. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A kemecsei tanácskozásra megyei polgármestereket hívtak a szervezők, jelenleg a települések kevesebb, mint felén létezik helyi értéktár, ennek arányát szeretnék növelni. A kemecsei Arany János Református Általános Iskola diákjai énekelnek a Megyei Értéktár konferenciáján. A rendezvényen a megyei értékmentésben dolgozók munkáját, annak jelentőségét mutatták be a meghívottaknak, többek között településvezetőknek, honismerettel foglalkozó szakembereknek. Baracsi Endre, a Megyei Értéktár Bizottság elnöke elmondta, bíznak abban, hogy az ilyen eseményekkel újabb lendületet kaphat a településeken a helyi értéktárak létrehozása. Most jelenleg a megyében még a települések felé nem működik értéktár, tehát van még feladatunk bőven, tehát azért még ez egy komoly hiátus, és szeretnénk azt minden egyes alkalommal megerősíteni, hogy igenis foglalkozzanak a helyi értéktárakkal, találják meg azokat a kovász embereket, akik tudják működtetni, mert minden az emberen múlik egyébként egy-egy településen. Tehát, hogyha megvan az az ember, aki akar a helytörténettel, az őket körülvevő értékekkel foglalkozni, akkor az működni fog. Úgyhogy ez a legfontosabb, hogy mindig legyen egy elhivatott, az értékek és a helytörténet, illetve a helyi identitás felé elkötelezett ember, és hogyha ez megvan, akkor úgy gondolom, hogy működik. Nekünk meg nagyon fontos az, hogy meglegyenek ezek a lábak, hogy a megyei értéktár is valóban egy olyan erős talapzaton álljon, amely aztán felhatalmaz bennünket arra is, hogy esetleg egy-egy értéket majd tovább is vigyünk, akár a nemzeti értékek, akár a hungarikumok felé. Erre ugye volt már példa az elmúlt időszakban is, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az utóbbi években több hungarikum is kikerült a megyéből, akár mondjuk Mária Pócs, vagy éppen a Beregi keresztszemes hímzés, és nekünk az a célunk, hogy ezt a feladatot, ezt a küldetést tovább vigyük. Az is elhangzott. Az értéktár konferencia helyszínéül azért választották Kemecsét, mert a városban példaértékű értékmentést végez az önkormányzat. Kemecse szülötte volt Répási Mihály, az 1848-49-es szabadságharc hős tábornoka, aki kiváló képességeinek és bátorságának köszönhetően lett katonai vezetővé. Kemecse főterét is róla nevezték el, 2006-ban pedig Hanvait szülőföldjére szállítatták, és a helyi kegyeleti parkban helyezték végső nyugalomra. Egy kegyeleti parkot hoztunk létre, a tábornokot Hanvait hazahoztuk, és kegyeleti szertartás keretében, újra temetési szertartás keretében a Hanvait hazai földben, szülőföldjén elhelyeztük, és természetesen intézmény is őrzi a nevét, a Répási Mihály, a szociális intézményünknek a neve az Répási Mihály Honvéd tábornokról van elnevezve. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár Lajstromában jelenleg 157 értéket tartanak nyilván, legutóbb a Kállai házat és a Kállai család örökségét, valamint a Magyar Rádió Nyíregyházi stúdiójának archívumát vették fel a gyűjteménybe. Bemutatták a GEOSES projekt keretében elkészült Felső-Tiszavidék klímastratégiát. Ennek célja a határon átnyúló területek geomonitoringja, a természeti és az emberi tevékenységből fakadó veszélyhelyzetek megelőzése. A több mint két éve indult projekt összköltségvetése közel 940 ezer euró, amelyből az unió támogatása több mint 840 ezer euró. Egy európai uniós projekt keretében minden megyei önkormányzatnak, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is készíteni kellett egy klímastratégiát. A klímaváltozás ugyanis már nem teória, hanem a valóság. Ezért évekkel ezelőtt elindult egy határon átnyúló projekt a megyében, ukrán kezdeményezésre.
klímaadaptációról, a veszélyhelyzetek feltárásáról szól alapvetően. Mi feladatunk ebben a klímastratégia kiterjesztése volt a szomszédos országok területeire, Szlovákiára, Romániára és Ukrajnára. Így ilyen módon a megyei klímastratégiát, ami a rendelkezésünkre áll, kibővítettük a szomszédos területekre is, határon átnyúló területekre. Ez mindenféleképpen azt gondolom hasznos lesz a következő években folytatott tevékenységünkhöz. Például, ami a legfontosabb talán a megye számára, elindult egy a KEO program keretében egy 2,8 milliárdos tervezési program, amely azt célozza, hogy a Tiszából hogyan tudunk az északnyírségbe vízpótlást irányítani. Ráadásul ez már nem csak a koncepció kialakításánál tart, hanem a megvalósításnál. A GEOSES projekt olyan fejlett technikákat integrál, koordinált és innovatív módszerek alkalmazásával, amelyekkel értelmezhetőbbé válnak a Tisza mentén keletkező talajdeformációk és azok környezetre gyakorolt hatásai. A Felső Tiszavidék klímastratégiája azonban egy kettősséget is hordoz. A Felső Tisza vidék, ez ugye egy természetföldrajzi egység, míg a programban résztvevő országok egyes közigazgatási egységei pedig ugye politikai határok mentén tagozódtak, tehát a Kassai kerület, Kárpátalja, Romániából Szatmár megye, Máramaros megye, valamint ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, de mégis megpróbáltuk valahogy egy egységbe kezelni ezeket a területeket. Magyarországon már több mint 5 éves múltja van a klímastratégiák készítésének. A Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott módszertan alapján készült el a legújabb GEOSES felmérés is, amely természetföldrajzi, meteorológiai és társadalmi problémákat is érint. Hazánkban jelenleg a legnagyobb problémát az aszály jelenti. Ugye ezt a mostani nyár bizonyította. Hiába nem csökken a csapadék egy adott évben, de az éven belüli eloszlása rendkívüli módon megváltozott. Tehát pont amikor a legfontosabb kultúrnövényeink tenyész időszaka van, akkor van aszály. És ezért hát télen, ősszel, télen és tavasszal kellene valahogy betározni a vizet, nem egyszerű a dolog, mert nincsenek nagy mély víztározóink. Ugye öntöző csatornáink vannak, bizonyos részeket lehet öntözni, de sajnos nagyobb területeket nem lehet öntözni. A megoldás talán az lenne, hogy azokat a tavakat, amelyeket lehetséges feltölteni vízzel, és bizonyos ártéri területeket esetleg visszaengedni a folyóknak, hogy a talajvíz szintet esetleg megemeljék. Például a nyírségben a 60-as évekre fejeződtek be a nagy lecsapolások, az úgynevezett nyírvízlaposok lecsapolása, és ezáltal a nyírség jóval szárazabbá vált, mint amilyen volt a 60-as évek előtt. A másik probléma a Tiszán hazánkba érkező hulladék, amelynek már nem csak a felszínen van észrevehető nyoma. Hordalékkal megtelve lesüllyednek a meder aljára, így az összegyűjtésük is egyre nehezebb feladat. November a Magyar Tudomány hónapja, az országos rendezvény sorozat részeként csütörtökön a Megyeházán szerveztek tanácskozást. Az előadások az egészségügy, a környezetvédelem és az oktatásügy témakörét érintették. Negyedik alkalommal adott otthont a Megyeháza a Magyar Tudomány ünnepének. A szakmai konferencia megnyitóján Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, az áltudományos információk sokasága mellett különösen fontos, hogy a tudományos tények is eljussanak a szélesebb közönséghez. A tudomány nem csak, sőt nem is elsősorban csak a tudományt művelőké, hanem mindannyiunké, hiszen mindannyian élvezzük az eredményeket, a hasznokat, illetve hát az is fontos, hogy a társadalomban, a közvéleményben ez megfelelő rangot kapjon, mármint a tudományosság, a tudomány ünnepe. Csernok László, a Debreceni Egyetem rektor helyettese hangsúlyozta, az egészségtudományi kutatások akkor érik el céljukat, ha ez a tudásanyag kiegészül a lakosság életformájának pontos ismeretével, illetve a lakosság szemléletformálásával. Ezért is fontos, hogy a különböző tudományterületek, valamint a különböző egyetemek kutatói együtt alkossanak tudományos közösségeket. Csernok László hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében különösen fontos szerepe van az egyetem egészségtudományi karának. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Debreceni Egyetemnek ez a kara, az egészségtudományi kar, az alapvetően az emberek jólétével, egészséges állapotával és a betegségből való felgyógyulásával foglalkozik, mint tudományos kutatás, illetve mint oktatási intézmény, olyan személyeket képez, akik ebben a kérdésben kompetensek és megfelelőek.
hogyha körülnézünk, sajnos meg kell állapítani, hogy az észak-magyarországi régióban az emberek egészség minősége az nem csak az Európai Unióhoz viszonyítva, de Magyarország átlagához képest is sajnos rosszabb. Így alapvető fontosságú az a feladat, amit az egészségtudományi kar felvállalt, a megfelelő egészségügyi szakemberek képzése. És talán az sem ismeretlen a kedves nézők előtt, hogy azért Magyarországon egészségügyi szakemberből hiány van. Tehát ez az oktatási dolog, ez alapvető fontosságú. A szakmai tanácskozás előadásai a fenntartható egészségügyről, az oktatási helyzet aktuális kérdéseiről, valamint a keleti határmenti térség fejlesztési lehetőségeiről szóltak. Ezek után a szakmai kerekasztal beszélgetés keretében a három különböző tudományterület munkabizottsága képviselte magát. Az MT-ADAB, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakbizottság három munkabizottság tevékenységét koordinálja, az Életmód és Egészségkutatások Interdisziplináris Munkabizottságét, a Gerontológiai Munkabizottságét és a Regionális Gazdálkodástudományi Munkabizottságét. Az első két munkabizottság az egészségtudományi karhoz kapcsolódik, az utóbbi pedig a Nyíregyházi Egyetem munkabizottsága. Igazából ezzel is azt próbáljuk előmozdítani, amit már alapvetően évtizedek óta én azt gondolom, hogy igen jól művelünk, hogy nekünk itt a Nyíregyházán működő felsőoktatási intézményeknek együtt kell kutatni, együtt kell tudományt szervezni. A Magyar Tudomány Hónapja kapcsán tartott eseményt a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakbizottsága, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, valamint a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara közösen szervezte. Amint arra Fedor Anita, a program főszervezője rámutatott, a minden évben megrendezésre kerülő konferenciával a megyében élő emberek legfontosabb problémáira keresik a tudomány válaszait. Fordulat állt be az ingatlan piacon, megkezdődött az árcsökkenés. A magasabb rezsiköltségek miatt a kínálat is átalakult. Egyre több olyan, főleg vidéken lévő családi házat kínálnak eladásra, amely még nem volt energetikailag korszerűsítve. Bálkány Zsoltné ingatlan közvetítő 35 perc című műsorunkban elmondta, ahhoz, hogy ez a helyzet helyreálljon, szükség lesz az év végén kifutó állami támogatások meghosszabbítására. Az ingatlan piacon az elmúlt 10-12 évben egy valami volt folyamatos, a drágulás. Különösen nagy volt ennek mértéke a közelmúltban. Idén már Nyíregyházán is több példa volt arra, hogy az 1 millió forintot is meghaladta egy-egy eladásra kínált ingatlan négyzetméter ára. Úgy tűnik azonban, hogy az orosz-ukrán háború és az abból fakadó energiaválság megfordította a folyamatot. Erről beszélt 35 perc című műsorunkban Bákány Zsoltné, az Otthon Centrum irodavezetője. Mi ingatlan közvetítők is csak pislogtunk, hogy igazából itt mi fog történni, meddig mehet még ez, hogy lehet ezt fokozni. Aztán sok mindennek a hatására megállt a dolog. Azt tudom mondani, hogy az irányárak azért ugye ott maradtak, ahol, de ugye mi vagyunk ott az ingatlan irodától, amikor az adásvételi szerződések lebonyolódnak, és mi tudjuk, hogy mennyiért kelnek el az ingatlanok. Kezdtük ugye ezzel az ukrán helyzettel, ez ugye berobbantott rengeteg kárpátaljai ügyfelet a piacra, akkor egy kicsit megnőtt a forgalom, majd utána jött a rezsiválság, és akkor nem volt itt semmi gond úgy októberig, amíg nem jöttek ki az első gázszámlák és az első távhőszámlák, és ugye megjelentek a piacon ezek a nagyobb ingatlanok, nagyobb családi házak főként, vidéki rossz energia besorolású házak, tehát értem itt a gázkonvektoros házakat, aminek ugye olyan magas lett a fűtés költsége, hogy inkább azt mondták a tulajdonosaik, hogy eladják, mert hogy ezt nem lehet fizetni. 70 ezer forintos fűtésszámlákról hallottunk, és ugyanolyan térmértékű lakásnál előfordult a havi 70 ezer forint is, és a havi 13 ezer forint is. Ez pedig azért alakult így, mert sok családi házat legfeljebb csak esztétikailag korszerűsítettek, energetikailag azonban nem. Bákány Zsoltné azt mondta, potenciális vevők ma már ugyanolyan kíváncsiak a legutóbbi rezsiszámlákra, mint az ingatlan kinézetére és állapotára. Az utóbbi hetek változásai ráadásul nem csak az árcsökkenésben érhetőek tetten, a vevők alkupozíciója is kedvezőbbé vált.
most nem annyira bizakodók a tulajdonosok abban, hogy lesz következő vevő. Tehát, hogyha ezt most így elszalasztják, nem tudják, mikor jön a következő potenciális vevő, és ugye hiteles vevő egyre kevesebb van, leginkább készpénzes vevőink vannak, és ugye a hitelkamatokat ugye látjuk, hogy 8-13%-os hitelkamatok vannak, hogy azt már most nem merik fölvenni. Bákány Zsoltné szerint ennek megfékezésére belátható időn belül kormányzati intézkedés szükséges. Hangsúlyozta, ahhoz, hogy tovább növekedjen az alacsony rezsiköltségű ingatlanok száma a piacon, szükség van a december 31-én kifutó állami támogatások, így a felújítási támogatás és a falusi csok meghosszabbítására is. A tanyabokrokban élő hátrányos helyzetű gyerekeknek nyújt otthont és tanulási feltételeket az iskolai sikerességhez a Nyírteleki Kedves Ház Kollégium. Az intézmény nem csak ellátást és szocializációs segítséget, hanem élményeket is biztosít a tanulók számára. A kollégiumnak jelenleg 23 lakója van, köztük olyan is akad, aki már csaknem 10 éve itt tölti a hétköznapokat. Késő délután a ködös szürkületben érkeznek meg az alsós gyermekek a napköziből a Nyírteleken működő kedves házba. Jelenleg összesen 23-an töltik a kollégiumban a hétköznapokat. Az 1995-ben alapított intézmény a Bokortanyákba született, nehéz anyagi és szociális háttérrel rendelkező fiatalok számára nyújt segítséget. Jászmin már csaknem 10 éve a kollégium lakója. Azt tervezi, hogy amíg középiskolás, itt marad. Szinte mindenben segítenek, tanulásban főképp, meg úgy mindenben, hogy hát inkább tévézni szoktunk, gépezni, beszélgetünk. Márkusz még csak egy éve van itt. Azt mondja, az itt töltött rövid idő alatt is sokat javult viselkedése és szorgalma. Jobban jönnek a jegyek, matekból is most már erősebb vagyok, mint tavaly. Meg továbbtanulásba is segít. A lakóknak a kollégium házi rendjét és napi rendjét kell követniük. Az ébredés utáni gyors rendrakást követően reggeli várja őket, majd iskolába mennek. A felsősök délután 2-kor, az alsósok délután 4-kor térnek vissza a kollégiumba. Az első dolguk, hogy beszámolnak a nevelőtanároknak az adott napról, majd az uzsonna és a szabad foglalkozás után tanulniuk kell, amiben szintén segítenek az ott dolgozó szakemberek. A beszélgető kör akkor történik, amikor a gyerekek beérkeznek az iskolából. Ez azt jelenti, hogy számunkra elsődleges információk vannak arról, hogy mi történt a hétvégén, akár otthon, akár a családban, akár bármilyen más irányban, illetve az, hogy amikor az iskolába jönnek délőtt, onnantól kezdve milyen jegyeket kaptak, miért kaptak dicséreteket, esetleg kit kellett valamiért megszidni az iskolába, és ezek mind a tudomásukra jöttek már a beszélgető kör során. És nyilván ennek megfelelően beszélünk, vagy beszélgetünk a gyerekekkel, hogy esetleg ha valamit rosszul csinált, az hogyan kellett volna esetleg máshogyan vagy jól cselekednie. A kedves ház kollégiumnál igyekeznek minél több élményt biztosítani a gyermekeknek. A tanévet követő nyári tábor tavaly és idén lakiteleken telt. A tanévkezdés előtti gólyatáborban pedig a debreceni kerekedő élményparkban és a nyíregyházi élményfürdőben jártak a diákok. Az első cél az nyilván az, hogy megpróbáljuk egy picit visszaszokni abba a fajta munkarendbe, amit a kedves házban jellemző. Tehát mindenki megtalálja saját kis szobáját, szobatársait, berendezkednek, és egy picit a napi rend is visszatér az életükbe. Nyilván emellett pedig igyekszünk, hiszen ekkor van rá leginkább idő olyan élményeket nyújtani, ami megint csak jó, ami jó emlékeket idéznek, és jól indul a tanévünk. A Kedvesház Kollégium fenntartója a Gyerekekért SOS 90 Alapítvány. Az intézmény működtetése, az ellátás és az élményszerzés évente körülbelül 30-35 millió forintba kerül. Ez három fő pilléren, három fő támasztékon áll. Az egyik egy normatív támogatás, amit az állami rendszerekből kapunk a gyermekek normatív támogatása révén. A másik egy pályázati szegmens, amit a különböző pályázati kiírásoknál célterületként felhasználva tudunk pályázni. Ez adja a finanszírozási lábunk második harmadát, és a harmadik láb az pedig egy a magánadományokból, a természetes személyek segítségéből áll össze.
ebből is látszik az, hogy mennyire komplex és egyensúlyba kell ezt tartani, hiszen bármelyik láb megbicsaklik, úgy maga a fenntartás, a fennmaradáson kerül veszélybe. A nyírteleki Kedvesház kollégiumról hosszabb bejátszást láthatnak jövő héten a 35 perc című műsorunkban. Három hét szünet után szombaton ismét bajnoki mérkőzést játszik a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1 A csoport hetedik fordulójában a Zalaegerszeget fogadják. A mérkőzés 16 óra 30 perckor kezdődik a Continental Arénában. Hat fordulót követően a válogatott világbajnoki selejtezői miatt három hét szünet volt az első osztályú férfi kosárlabda bajnokságban. A nyíregyháziak még győzelem nélkül állnak a tabellán, így számukra mindenképpen jól jött a meccsek nélküli időszak. Így volt lehetőségük a szakmai stábnak és a játékosoknak arra, hogy dolgozzanak a hibák kijavításán. Ami egy kicsit hátrány volt, hogy a szlovák és a brit válogatottban is adtunk játékost, így nem tudtunk teljes létszámmal edzeni. Igaz, ezen a héten egészültünk ki a FIBA ablak miatt, de úgy gondolom, hogy akik itt voltak és egészségesek voltak, azokkal jó munkát tudtunk végezni. Bízunk benne, hogy ez látható is lesz majd a játékunkon. A szünetben egy légiósától megvált a nyíregyháza, J.C. Hillsman távozott, a helyére érkező új játékossal pedig némileg átalakul majd a csapat játéka. Azt hát indokolt egy az a szereplésünk, a kettő pedig, hogy a pályán nem olyan dolgok mentek végbe, amihez szerettünk volna, és úgy érzem, hogy egy más típusú játékos kellett, aki labdával magabiztosabb, ügyesebb, illetve jobban tudja bontani a védelmet, illetve irányító poszton egy kicsikét le tudja venni a Darius Perryről egy kicsikét a terhet, és ezáltal megosztik a felelősség. De Marco Dickerson személyében egy ilyen játékosra látunk, aki zömmel kettes poszton játszik, de akár egyes poszton is bevethető. Tavaly a svéd ligában játszott, tehát van már európai tapasztalat, és reméljük, hogy segíteni fog nekünk a továbbiakban. Tavaly 6 vereséget követően egy 5 meccses győzelmi sorozatot produkáltak a cápák. Bazsó Bruno abban bízik, hogy a szünet után elindulnak felfelé a tabellán. Úgy gondolom, hogy a legjobbkor jött. Szeretnénk mindenképpen csapatként és egyénileg is javulni. Úgy gondolom, hogy ez a szünet ez segített is ebben, és reméljük a legjobbakat a folytatásban. A folytatás a Zalaegerszeg elleni hazai mérkőzéssel indul. Az ETE 4 győzelemmel és 2 vereséggel a negyedik helyen áll a tabellán. Nagyon jó szerepel az a Zalaegerszeg, ott nyáron egy teljes vérátömlesztés volt minden fronton. Úgy gondolom, hogy megtalálták azokat a légiósokat, akik tudják húzni a csapatot, illetve emellett úgy gondolom, hogy Keller Iván személyében egy olyan magyar, aki nagyon jó teljesítményt, közel 10 pontos átlagot tud hozni. Bő rotációjuk van, tehát egy 9-es, 10-es rotációval tudnak dolgozni. Úgy gondolom, hogy a Márkó be tud épülni, meg tudjuk őket majd lepni. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Zalaegerszeg mérkőzés szombaton 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig kedden 20 óra 25-től láthatják a találkozót. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, ismét néhány mondatban. Ismertebbé tennék a megyei értéktárat és helyi értéktárak létrehozására buzdítják a településeket. Ez a célja a Megyei Értéktár Bizottságnak, ezért szerveztek konferenciát csütörtökön Kemecsén. A kemecsei tanácskozásra megyei polgármestereket hívtak a szervezők. Jelenleg a települések kevesebb, mint felén létezik helyi értéktár, ennek arányát szeretnék növelni. Bemutatták a Felső-Tiszavidék klímastratégiát, ennek célja a határon átnyúló területek geomonitoringja, a természeti és az emberi tevékenységből fakadó veszélyhelyzetek megelőzése. A több mint 2 éve indult projekt összköltségvetése közel 940 ezer euró, amelyből az unió támogatása több mint 840 ezer euró. A tanyabokrokban élő hátrányos helyzetű gyerekeknek nyújt otthont és tanulási feltételeket az iskolai sikerességhez a Nyírteleki Kedvesház Kollégium. Az intézmény nem csak ellátást és szocializációs segítséget, hanem élményeket is biztosít a tanulók számára. A kollégiumnak jelenleg 23 lakója van, köztük olyan is akad, aki már csaknem 10 éve itt tölti a hétköznapokat. November 18-án pénteken a Kölcsey Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Pénteken éjszaka borongós időre lehet számítani, eső nem valószínű. A hétvégén már 0 fok alá eshet a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint vasárnap akár az első hó is megérkezhet a megyébe.